Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 19-én. Mielőtt kezdenék, két dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Először is már indítottam a Valentin napi akciót, hogy időben meg tudjátok rendelni, és így időben megkapjátok a videót. Ez egy kedvezmény, mégpedig egy szerelmi kirakás, és ehhez jön még egy asztrológiai elemzés az indiai számítás szerint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Ha nem tudjátok azt, hogy hány órakor született, nem baj, mert a bolygók állását így is meg lehet tekinteni. A díjam ennél az akciónál 5000 forint. A másik, amit közölni szeretnék veletek, meglátogathattok a Facebook oldalamon, ott naponta van a napi energia a maja naptárból, és ott is vannak általános jóslások. A Facebook oldalam Dendera Susanna Medici. És most rátérek erre a három kérdőjeles jóslásra. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megnézzük itt a képeknél. Neki most úgy tűnik, hogy minden a feje tetejére állt. Ő bizonytalan, és úgy gondolja, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Viszont mi ezt a kártyát meg tudjuk fordítani, és ezt most mutatom nektek. Így most minden másképp tűnik. Egy elegáns mozgás, olyan, mint egy balett táncos, és megérinti a földet. Ez arra utal, hogy neki másképp kellene látni a dolgokat, vagy rendeznie kellene a gondolatait. Valamit másképp látni, valamiről másképp gondolni, és akkor lesz ez a könnyűség, és felszabadultnak érzi magát. Akkor nem lesz ez a töprengés. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a képen láthatóak a kelyhek, és azok érzelmekre utalnak. Neki van érzése veled kapcsolatban, szeret ő téged. Viszont a 9-es szám korlátozásokra utal. Ezen át kell tennie magát. Vagy vannak félelmei, bizonytalan, vagy nem meri kimutatni az érzelmeit. A következő kártya azt jelenti, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen láthatunk egy fiatal férfit, miben bizonytalan, kezébe veszi ezt az arany kelyhet, úgy nézegeti, ez az ő érzelmeire utal. Megpróbálja úgy kiismerni magát, és pontosan így közeledik hozzátok. De ez a kártya jelent újdonságokat és egy új kezdetet, és ez az aranykehely utal az ő érzelmeire, így nyitott lesz. Nem fogja elsietni a dolgokat, mégis látható egy közeledés, és nyitott erre a szerelemre. És most megtekintjük a napi kártyát. A napi energiát a nap mutatja, ez jelenti a ti kisugárzásotokat, a szép energiamezőt,
a szív melegségét és az igazságot is. Valami napfényre kerül, kiderül az igazság. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!